források koncentrálása, fókuszálása szükséges, és nyilvánvalóan a tapasztalatok tükrében esetleg később a szükséges törvénymódosítást el lehet végezni. A Sport és Turizmus Bizottság a javaslatot 13 igen és 3 nem szavazattal általános vitára alkalmasnak minősítette, és ajánlja a tisztelház figyelmével. Köszönöm szépen! Most meghallgatjuk a bizottság kisebbségi véleményét, Varga László ismerteti. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt államtitkár úr. Nyilvánvalóan a vitában fogok még szólni, úgyhogy az egyéb típusú megjegyzéseimet azt arra tartogatnám, nyilván az expozéval is sok mindennel is kapcsolatos lenne. Én inkább azt indokolnám, hogy miért nem tudtunk igennel szavazni erre az előterjesztésre a bizottságon, és az elmúlt egy év általános folyamatainak fényében indokolnám ezt. Mint ahogy elhangzott már, itt a nyár közepén, elején, tavaly nagyjából egy éve elfogadta a második verzióját a jogszabály, salátajogszabályjavaslatoknak a tisztelt ház. Az első bejött, annó azt, ha jól emlékszem, Matolcs Györggyel kapcsolatos vitáik okán gondolták újra néhány héttel később. A másodikat azonban elfogadta a tisztelt ház. Sok eleme volt ennek a javaslatnak, sokat ebből támogattunk is. Teljesség igénye nélkül itt az érmekupák adómentességétől kezdhetném és sorolhatnám sokáig. Mint hogy most is van olyan eleme ennek a javaslatnak, ami szerintem támogatható. Én azt hiszem, hogy aki valamennyire is közel volt valaha lelkileg, vagy már bármilyen más értelemben profi sportszervezethez, az tudhatja, hogy például az ECHO kérdése az egy valóban időszerű kérdés. Más kérdés, hogy a nagyságrend egyébként, tehát ezek a 100 milliós plafonok mennyire egy ilyen gazdasági helyzetben mennyire lehetnek irritálóak adott esetben az embernek, de azt kell mondjam, hogy persze az ECHO tekintetében, hogy ott egy egyszerűbb, átláthatóbb, tisztább kifizetési történet legyen, ez szerintem mindenképpen támogatható. Én azt hiszem, hogy több olyan technikai módosítás is van ebben, mint például a Nemzeti Sportintézet szerepe, ami nyilván, hogyha már ez a rendszer van, akkor természetesen valamilyen módon ellenőrizni, átláthatóvá kell tenni a dolgot. Nyilván ezek technikai kérdések, támogathatóak is lennének. Azonban nem mehetünk el amellett, hogy itt a harmadik változatát tárgyaljuk ennek a javaslatnak, és kifejezetten a társasági adókedvezményre vonatkozó részeire gondolok ebben a tekintetben. És azt kell mondjam, hogy sportbarátság, munkabéke, nem tudom, hogy mondjam, volt ebben a tekintetben. Tehát nem hiszem, hogy ebben az aspektusban nagyon mély politizálás zajlott volna a szakpolitizáláson túl a bizottság keretei között, vagy akár a tisztelt házban. Azonban ki kell mondanunk azt, hogy hát nem 90%-os sikerül van ebben a tekintetben szó. Önök havaly nyáron azt ígérték ennek a jogszabálycsomagnak a keretei között, hogy az öt látványcsapat sportág tekintetében áttörést fognak elérni a finanszírozás tekintetében. Működési költségek, játékos bér kifizetés, edzői bérek kifizetése történhet meg ebben a tekintetben. És azért rakjuk ide az asztalra, tudom, hogy nagyon unják, hogy én mindig elmondom, de hát infrastruktúrális fejlesztésekre is lehetőséget adott az előző verzió. El fogják mondani, hogy ez is? Szerintem nem, de majd ezt a vitát meg fogjuk vírni a következőkben. Én azt látom, hogy ugyan egy város, egy klub kapott egy nagyobb összeget, például Debrecenre gondolok, stadion felújításra. Mások meg arra számoltak, hogy ebből az adókedvezményből próbálják majd vidéken, fővárosi, kisebb-nagyobb klubok megoldani az ő infrastruktúrális problémáikat. Valóban egy áttörés lehetett volna ez a dolog. Valóban van ebben hiányosság országszerte. Próbáltak az előző kormányok a 20 évben ezen mindig segíteni. Néhány százmillió forintokat el lehetett költeni vidéki sportinfrastruktúrára alkalmanként, de azt hiszem, hogy ez az áttörés szükséges lett volna ahhoz, hogy ott átfogó fejlődés történhessen meg. Javasoltuk akkor, hogy, vagyis hát inkább azt mondom, hogy nem értettük, hogy miért kell ennyire gyorsan elfogadni, most már kicsit megvilágosodtam ebbe a dologba. Elfogadtuk ezt ugye júliusban, és a tisztelt ház, és államtitkár úr mondta, hogy október 12-ével kezdődött meg az egyeztetés, azt hiszem pontosan emlékszem a dátumra. Tehát már értem, nagyjából az önkormányzati választások előtt kellett egy olyan katartikus élmény, hogy most már minden gondja megvan a magyar sportéletnek oldva. Én azt érzékelem, hogy ebben a tekintetben
ez nem sikerült. Lehetett volna ezt úgy is csinálni, hogyha előreegyeztetünk a bizottsággal, előreegyeztet a kormány a bizottsággal, nem volt ez ördöglakat, tehát azt hiszem, hogy válaszokat kaphattak volna a kérdésükre. Én azt hiszem, hogy ebben a tekintetben semmiképpen nem jelenthet sikert, és ha már ilyen tekintetben szűkült a támogatotti kör, vagy a lehetőségek a támogatása, ezért javasoljuk azt, hogy az olimpiai sportágok irányában nyissunk. Ha jól tudom, 5 percen van a kisebbségi vélemény ismertetésére, úgyhogy itt befejezném, de folytatnám a rendes felszólás keretei között. Köszönöm szépen! Államtitkár úr is, képviselő is zseniálisan nézi az időt, tehát a házelnöknek nem is kell koncentrálnia. Megyünk tovább. Számvevőszéki és Költségvetési Bizottság előadója Bóka István képviselő úr, ugyancsak 5 perc. Oda vízom még az időfigyelését is. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház. A Számvevőszéki és Költségvetési Bizottság hétfőülésén tárgyalta a benyújtásra kerülő Téper 3376-os számú törvény javaslatot, és hát ebben a bizottságban azt gondolom, hogy egész más hangulatú vita folyhatott, mint az Ifjúsági Sport Bizottságban, mert a bizottság egyhangulag, tehát valamennyi képviselő általános vitára alkalmasnak találta, és támogatta a benyújtott törvény javaslatot. Jelentkeztem én is a vitában később hozzászólásra, és szeretnék majd reagálni a Sport és Sport és Idegenfogjai Bizottság kisebbségi véleményének képviselői által előadottakra. Ezért arra szorítkozom, hogy több mondatokban a támogatás alapjául szolgáló érveket soroljam fel a törvényjavaslat tekintetében. Én azt gondolom, hogy ezen törvényjavaslat alkalmas, és a bizottság is azt gondolja, hogy ezen törvényjavaslat alkalmas, hogy több 10 milliárd forint finanszírozás érkezzen a magyar sportba, az 5 látványsportágba, és az 5 látványsportágon keresztül még más sportágakba is, hiszen közvetett módon ennek a javaslatnak más sportágok is, az én véleményem szerint és a bizottság véleménye szerint is haszonélvezői lesznek. Nagyon fontos az, hogy a kardinális részek, és én azt gondolom, hogy az egész koncepciónak a beleje, az benne van abban a jogszabály norma szövegben, amely 2011. július 1-től hatályosak lesznek. 2011. július 1-je után lehet gyűjteni már a támogatói igazolásokat, és ez rendkívül fontos, mint ahogy az előterjesztő képviselője, és mint ahogy államtitkár úr is elmondta, egyetlen egy területen, egyetlen egy jelentős és lényeges területen, amely a sportfejlesztést, finanszírozást érinti, nem történt még jóváhagyás, de várhatóan ez néhány hónapon belül megtörténik. Ez pedig a hivatásos sportegyesületek infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatos. Az összes többi részterületen, az összes többi területen lényegében 2011. július 1-től hatályba fog lépni a törvényjavaslat valamennyi jelentős rendelkezése. Mint ahogy mondtam, más sportágak is profitálni fognak ebből a javaslatból, hiszen a javaslat reményeim szerint alapvetően meg fogja teremteni a sport infrastruktúra fejlesztést Magyarországon. Sportpályák, öltözők, egyéb létesítmények, tornacsarnokok, jégcsarnokok, uszodák fognak létesülni a látványsportok támogatására, és ezeket a sportlétesítményeket más sportágok is tudják, nyugodtan tudják használni. Rendkívül fontos. És a bizottságban kiemelésre került még a komplex hatás, a gazdasági hatás is, hiszen, mint mondtam, több 10 milliárd forint fogadására fog majd sor kerülni a sport tekintetében. Az előterjesztő képviselője mintegy 20 milliárd forintról rendelkezett. Nem látjuk egész pontosan, hogy a kormányrendelet az milyen lesz, hogy milyen egyéb feltételek lesznek ebben támasztva, de én azt gondolom, hogy a 20 milliárd forint biztosan leívásra fog kerülni. Ebben szinte teljes mértékben biztos vagyok, és abban is biztos vagyok, hogy ennek minimálisan fele infrastruktúra fejlesztésre fog elköltésre kerülni. Ez pedig jelentős megrendelést fog adni a magyar építőipar számára, ahol reményeink szerint hazai kis- és középvállalkozások fognak minél nagyobb számban részt venni ezen fejlesztések tekintetében.
rendkívül fontos, és ez is a bizottsági vélemények során kiemelésre került, mint hogy az előterjesztő képviselő is elmondta, hogy tisztítja az egész magyar sportéletet a profi sport tekintetében. A magyar állam jelentős összegeket biztosít, közvetett módon ad a sport finanszírozására. Elvárható, hogy a többcsatornás finanszírozás, az ilyen-olyan szerződések, a minimálbéres alkalmazás, mellette a reklámszerződések, vagy az egyéb szerződések rendszere az szűnjön meg. Az ECHO szerintem egy korrekt, tisztességes rendszer. Elvárható, hogyha az egyik oldalon jelentős finanszírozás történik, a másik oldalon teljes mértékben megtisztuljon ez a sportfinanszírozási rendszer. A bizottság tehát egyhangulag támogatta a törvényjavaslat általános vitára bocsátását. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, így aztán nincs is kisebbségi vélemény, rátérhetünk a hozzászólások sorára, és itt adom meg elsőként 2 percesben Szilágyi György képviselő úrnak, Jobbik. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház, rendes felszólásban itt hozzá fogok szólni a dolgokhoz. Annyit azért elmondanék, hogy azért kértem szót, mert a Jobbik úgy állt hozzá ez a törvényjavaslathoz, azt hiszem, hogy konstruktívan, hiszen azt mondtuk, hogy olyan rossz helyzetben a magyar sport, hogy minden egyes változtatás az hatásos. Ami miatt szót kértem, az Csizi Péter képviselőtársamnak ugye a felszólalása volt. Mi csak annyit kérünk, hogy legalább az elején szögezzük le, hogy ne próbáljuk meg egymást becsapni. Tehát ebben a felszólalásban olyan csúsztatások voltak, amit az elején jó, hogyha leszögezünk. Ön azt mondta, hogy ebben a törvényel kapcsolatosan egy széleskörű konzultáció folyt több városban és hasonló. Kedves képviselőtársam, én ott voltam az egyik ilyen konzultáción. Ezek a konzultációk nem erről a törvényről szóltak, ezek a konzultációk a köztestületek átalakításáról szólt, és a készülő komplex sporttörvényről. A másik ugye azt mondta, hogy ön sikernek értékelte, hogy a 90%-át elfogadta az Európai Unió, a 10%-ot nem. A probléma csak az, hogy a 10%, amit nem fogadtak el, az volt az önök eredetileg benyújtott tervezetének a lényege. Tehát pont a lényeget nem fogadta el az Európai Unió, tehát azt mondom, hogy ne próbáljuk meg egymást becsapni. A lényeges dolgot nem fogadták el, ettől függetlenül ez a törvény előrelépés a jelenlegi állapothoz képest, tehát mi most is támogatni fogjuk, nem értünk teljes mértékben egyet ezzel a törvénnyel, de támogatni fogjuk, mert jobb, mint a jelenlegi helyzet. De attól függetlenül az a 10%, amit az Unió nem fogadott el, az a 10% az pont a lényege volt ennek a törvénynek. A másik, hogy ugye azt is mondta, hogy a profi klubokat nem támogatja, és itt a tárgyi eszközök is szóba kerültek. Hát, hogyha nem támogatja, hogy már úgy tudja, hogy előre nem fogja támogatni az Európai Unió, akkor mit keres ebbe az előterjesztésbe a 13. paragrafus, ami még arra vár, hogy az Unió elfogadja, vagy nem fogadja el. Tehát azt mondom, hogy mi csak azt kérjük, hogy beszéljünk őszintén vitassuk meg ezeket a lehetőségeket, vagy ezeket a problémákat, amik ebben a törvénnyel kapcsolatosan vannak. Köszönöm szépen. Beindult a 2 perces sor, következik Hatházi Sándor képviselő úr. 2 perc. Köszönöm a szót, elnök úr. Az előző 2 perces felszólalásra szeretnék reagálni. Az a helyzet, tisztelt képviselőtársam, hogy a lényeget sikerült megőrizni és megtartani, ugyanis legfontosabb feladatunknak az utánpótlás nevelést tartjuk. És ez a törvényjavaslat ehhez fog igen jelentős forrásokat biztosítani, és ez szerintem helyesen. Én ezt tudom támogatni, örömmel tudom támogatni, hogy nem csak a profi sport támogatásra oldható meg ebből, hanem az amatőr, az alsóbb osztályú támogatás is, mert igazából az utánpótlás képzés ott történik. És hogyha ehhez sikerül forrásokat teremteni, amely akár a létesítményfejlesztése, akár az utánpótlás nevelése felhasználható, akkor igenis ez megegyezik az eredeti szándékunkkal. Köszönöm szépen. 2 perces hozzászólás, Pál Béla képviselő úr. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, államtitkár úr, tisztelt képviselőtársaim. Egy pontosítást szeretnék elmondani. Hatházi Sándor képviselő úr a bizottság többségi véleményének ismertetésekor arról szólt, hogy 3 ellenszavazattal történt a bizottságülésen a szavazás. Ezt azért kérdeztem meg rögtön Varga László képviselőtársamtól, hogy ez így volt-e, aki arról tájékoztatott, hogy nem, hanem tartózkodás volt. Köszönöm szépen, én is pontosítani szerettem volna, köszönöm szépen a korrekciót, képviselő úr. Tehát tartózkodtunk. Azért tartózkodtunk, mert mi is nagyon fontosnak tartunk minden sportterületre jutó
állami támogatást. Örülünk annak természetesen, hogy a kormány ilyen mértékben támogatja a sportot, két szempontból is. Először is tényleg minden forint vélhetőleg jó helyre jut ezen a területen, másrészt pedig ez is azt jelzi, hogy azért nem igazak azok az állítások, amelyek arról szólnak, hogy az elmúlt 8 év után milyen tragikus helyzetben vették el az országot, mert ha jut ezekre a fejlesztésekre, támogatásokra, akkor ez azért mégse így van. Mégis minek szólt a tartózkodásunk, erről majd szeretnék hosszabban is beszélni, most csak jelzésszerűen mondanám el. Azért, mert azokat a javaslatainkat, amelyet már a korábbi törvénymódosításakor benyújtottunk, azokat a kormánypárti oldalon, kormánypárti képviselők nem fogadták el. Ezért tehát mi azt hangsúlyozzuk, hogy fontosnak tartjuk, tartózkodtunk az általános vitára való alkalmasságnál azért, mert szeretnénk benyújtani azokat a módosító indítványainkat a jobbítás szándékával, amelyek azt célozzák, hogy szélesebb körben váljanak elérhetővé ezek a kedvezmények. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Csizi Péter képviselő úr, 2 perces. Köszönöm a szót, elnök úr. Belemehetünk Szilágyi képviselő úrral egy gyerekes filiktárba, ahogy ki csúsztat. Ő azt mondta, hogy én csúsztatok, én meg most mondhatnám, hogy hát az volt csúsztatás, amit ön ebbe a 2 percben itt hozzászólt, de nem ezt fogom tenni, hanem azt mondom, hogy Szilágyi képviselő úr biztos másra figyelt, és nem tudta jól érthető módon magáinak tenni, amit én mondtam. Tisztelt képviselő úr, én a felszólalásomban is említettem, hogy a sport törvényért keltette életre a konzultációt az államtitkárság. Azt mondtam, hogy a sporttörvény, ami majd egyébként külön kiemeltem azért, hogy mindenki megértse, de ezek szerint nem jártam sikerrel, de azt mondtam, hogy arról a sporttörvényről konzultáltunk, ami majd ősszel bejön ide a ház elé. Emellett egyébként ezeken a konzultációkon, ahol örömmel hallottam, hogy egynémelyiken ön is részt vett, előjött már ez a támogatási forma, érdeklődtek a sportvezetők, illetve dicsérték is az elmúlt időszakban tett változtatásokat. Tehát nem mondtam valótlant, ön rosszul értett, de most még egyszer határozottan mondom, és látom, hogy figyel, tehát a sporttörvényről szóltak a konzultációk, arról a sporttörvényről, amiről majd itt is fogunk egyeztetni, ahol ön is részt vett a konzultáción, és láthatta, hogy sikeresek voltak ezek a konzultációk. És a másik pedig, fontos egy lényeges elemet még megemlíteni, hogy a hatályba lépés az Európai Bizottság döntésétől még függ. Erre utal kettőnk között ez a félreértés, amit a felszólásában említett, de szerintem még többször fogunk most itt a vita során egymással beszélni és egymást kijavítani, hogy mit kellene érteni egymás felszólalásából. Köszönöm. Ugyancsak 2 perces hozzászólás, Szilágyi György képviselő úr, Jobbik. Köszönöm szépen. Örülök ennek, így az elején kezdünk akkor megvilágosodni és rendbe tenni a dolgokat, hiszen most már akkor megtudhattuk, hogy én értettem félre, tehát ön nem tudom, hogy került ide mondjuk ez a konzultáció, akkor ez a törvényhez, de akkor ezek szerint majd a jövőbeni törvény konzultációjáról beszélt előrelátóan, és hatázi képviselő úrtól is megtudhattuk, hogy elvileg akkor a nyáron eléggé rosszul értelmeztük az akkori vitát, hiszen jó magam is a felszólalásomban, ugye arról beszéltem, és önök is azt mondták, hogy mekkora áttörést fog ez jelenteni a profi klubok életébe, meg fog változni az a finanszírozási rendszer, ami volt, egy struktúraváltás lesz, ugye én is arról beszéltem, hogy valóban a rendszerváltásnál pont a sport volt az ágazat, amelyik nem tudott fejlődni, és nem tudott átállni egy teljesen piaci gazdálkodásra, hiszen még mindig ezt a mecenatúrát próbált erőltetni, hogy majd valaki azért ad pénzt egy sportvállalkozásnak, mert hogy mennyire szereti, és ez a világ elmúlt. Ugye arról beszéltünk, hogy a sportolók mennyivel jobban fizethetőek lesznek, akkor ezek szerint akkor is rosszul értelmeztük, hiszen nem ez volt a törvénynek az egyik legfontosabb eleme és legfontosabb lényege, hanem az utánpótlás nevelés, amivel valóban egyetértek, nagyon fontos az utánpótlás nevelés ma Magyarországon, de jelen pillanatban, és önök még akkor ezt mondták, a legégetőbb és a legnagyobb probléma ma jelenleg az, hogy nincsenek megfelelő sportlétesítmények, nincsen megfelelő színvonalú játék például a látványsportágok nagy részénél, és folyamatosan az elmúlt 21 évben csökken a nézőszám úgy a labdarúgásnál, mint más sportágoknál is, és arról beszéltünk, hogy ez most majd megoldódhat, hiszen óriási mennyiségben
kerülhet pénz a sportágban, de akkor ezt is tudjuk, hogy akkor csak az utánpótlásról volt akkor szó, és akkor valóban ez egy lényeges siker volt, amit az uniónál elértek. Ugyancsak 2 perces hozzászólás, Bóka képviselő úr, Bóka István, Fidesz. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház. Én azt gondolom, egy kicsit meglepve hallgatom ezt a vitát, én azt gondolom, hogy ez tényleg egy nagy jelentőségű, óriási jelentőségű, történelmi jelentőségű javaslat, ami itt most előttünk fekszik. És bevallom őszintén, valamikor a végén következek majd a hozzászólással, de én azt gondolom, hogy ez a javaslat a tavaly nyári javaslathoz képest az én véleményem szerint, az én számíze szerint és az én támogatottságom miatt pozitív irányban és pozitív módon változott. Mert én azt gondolom, hogy egy államnak mi lenne a feladata a sport tekintetében. Szerintem az utánpótlás támogatása, ez egy rendkívül fontos, és gyakorlatilag a sport létesítmény, tehát az infrastruktúra fejlesztés. Ez egy nagyon fontos, ez a két fő szempont. Az én véleményem szerint nem annyira a profi sportolók béréhez történő hozzájárulás az állam fő feladata. E tekintetben szerintem azt gondolom, hogy pozitív arányú a változás. Hogy a 90%-os támogatás az sok-e vagy kevés, azt szintén meglepve hallgattam. Ez egy elképesztően komoly és jelentős támogatás, még a 100%-hoz képest is. 10 forint utánpótlásra fordított költségvetési források közül ezt követően 1 forint önerő szükséges, és 9 forintot lehet társasági adóból megszerezni. Tehát kvázi az állam ilyen nagyságú bevételről fog lemondani. Tehát ha eddig volt 1 forint támogatásom az utánpótlás tekintetében, most lényegében 10 forint támogatásom lesz, ha megfelelő támogatókat abban a kis mikroközösségben megtalálom, akik ezt hajlandók bármilyen módon támogatni. Szerintem ez a javaslat egy nagy jelentőségű és történelmi javaslat. Köszönöm szépen. És akkor visszatérünk, pontosabban elkezdjük az előre bejelentett felszólalók sorát. Fülöp István képviselő úr elsőként, Fidesz. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt államtitkár úr, tisztelt ház. Amint azt bizonyára nagyra becsült képviselő társaim is tudják, hazánkban az amatőr sportegyesületek mindenhol zömmel önkormányzati támogatásból működnek. Azt is tudjuk, hogy nem minden önkormányzat engedheti meg magának, hogy ilyen egyesületet tartson fenn, és mivel a sport támogatása nem tartozik a kötelezően ellátandó feladatok közé, ezért egyre kevesebb támogatást tudnak biztosítani, vagy egyáltalán nem tudják támogatni az amatőr egyesületeket. Amatőr sportegyesületekre márpedig szükség van, hiszen ezek nyújtanak lehetőséget a sportolni vágyó emberek tömegeinek, hogy egészségük megőrzése érdekében aktívan pihenéssel töltsék szabadidejüket. Én, ha úgy tetszik, testközelből saját bőrömön tapasztalom mindezt, mivel szűkebb hazámban Mátészalkán, hosszú évek óta elnöke vagyok egy nagy múltú sportegyesületnek, a Mátészalkai MTK-nak. Egyesületünk 1919 óta működik, és jelenleg 7 szakosztályban több mint 300 sportoló versenyez, nagyrészt gyerekek. Az utóbbi időkben többször fenyegette megszűnés az egyesületet, de az emberek összetartása és az önkormányzat erőn túli teljesítése megmentette azt. Sajnos azonban a végletekig nem lehet fenntartani a klubot. Ha sürgősen nem történik valami változás, akkor Szabolcs-Szatmár-Bereg megye második legnagyobb városában is több településhez hasonlóan megszűnik a sport. Gondoljunk csak bele, tisztelt képviselőtársaim, az egyszerű vidéki embereknek sok esetben egyetlen egészséges kikapcsolódása a sport. Az egész heti kemény munka után vasárnap délelőtt a templomba mennek, megebédelnek, majd irány a sportpálya, ahol örülnek, vagy éppen bosszankodnak, de mindenképpen erről beszélnek a következő hétvégéig. Ez a jelenség természetesen nem csupán mátészalkai, hanem országos probléma is.
Több száz sportvezető elmondhatná ugyanezt. Ha úgy tetszik, én csak szócsöve vagyok ezeknek a sportolóknak és szakembereknek, akik segítségért kiáltanak. Óriási felelősség van rajtunk. Nem szabad hagyni, hogy ezek a közösségek elvesztenek, és az amatőr sport kiszoruljon a gyerekek és a felnőttek életéből, hiszen nagyon fontos az egészséges életmódra nevelés szempontjából is, mely a kormány kiemelt céljai közé tartozik. Evidencia, hogy az elmúlt 8 év romboló kormányzati politikája folytán mentálisan rossz állapotba került társadalmunkban, fontos szerepe van a sportnak. Arra, mint az egyéni és közösségi szemléletváltás egyik lehetséges terepeként is kell tekintenünk. Kérem, támogassák az előttünk fekvő törvénytervezetet, amely az adókedvezmények körének szélesítésével lehetőséget ad az amatőr sportegyesületek fennmaradására. Köszönöm szépen! Varga László képviselő, következik, MSZP. Igen. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt államtitkár úr. Hát folytatnám, ahol nagyjából abba hagytam a bizottsági vélemény kapcsán, bár azt gondolom, hogy érdekemben is áll, meg szerintem mindannyiunknak jobb. Leszeretném szűkíteni a vita keretét arra, ami módosult kifejezetten, és arra, ami számomra probléma ahhoz képest, ami ilyen állapot itt nagyjából várható volt tavaly júliusban. Szóval először is egy dolgot mondjunk már el, mert nem önmagában áll az a törekvés, hogy társasági adó kedvezmény bizonyos közéleti célokat támogasson. 2009-ben a színház és előadó művészet tekintetében az előző kormány lépett ilyet. Működik, bevált, hát van egy ilyen lehetőség. Tulajdonképpen ennek az adaptálása történik meg a sportélet tekintetében. Szerintem nem szégyen az, hogy egy kormány egy adott szakterületen lép valamit, majd egy következő pedig egy másikra kiterjeszti ezt a lehetőséget. A problémám nekem abban állt, és erre utaltam a bizottsági vélemény kapcsán is, hogy az akkori jogszabály elfogadása ürügyén azt mondták, hogy ezeket a típusú adókedvezményeket igénybe lehet venni már a 2010-es adóév tekintetében. Ilyen hangulatot keltettek tulajdonképpen profi sportegyesületek körében, és hát, hogy okkal, ok nélkül, vagy egyébként egy túlzott optimizmussal, de volt, aki már a 10-es évben módosított a költségvetésén, és kalkulált ilyen típusú adókedvezményekkel. Hogy most ők hibáztak, az nyilvánvaló, hiszen egyébként meg ugye, amikor már valami végképp eldőlt, akkor kell rá kalkulálni, de mindenképpen fel voltak ebben a tekintetben biztatva. Ennél egy lényegesen szélesebb kör kalkulált már a 2011-es évben is, a működési kiadásai tekintetében ezzel a lehetőséggel. És hát valljuk meg, és ezt önök se tagadhatják, ha visszanézzük a tavaly ilyenkori nyilatkozatokat, akkor azok elsősorban arról szóltak, hogy az 5 látványcsapat sportág profi sport tekintetében hát mindenféle problémája megoldásra kerül. Azért is gondolom, hogy így volt, mert hogy emlékezzünk rá, hogy az első 2 osztályról szólt a támogatás eredendően, a működési támogatás tekintetében. És egyébként volt egy módosító javaslatom, amit tulajdonképpen azt mondom, hogy egyébként örülök, hogy most viszont látom. Az arról szólt akkor, ugye nagy pártfogója vagyok például a megyei labdarúgó életnek is, hogy alacsonyabb osztályú csapatokat is próbáljunk meg ilyen módon támogatni. Ott is számíthat. Egy-egy kis településen, ahol tényleg mondjuk ki, olyan helyek is vannak, ahol semmi más nincs, csak egyetlen labdarúgó egyesület, hogy ott próbáljunk a helyi vállalkozók ilyen típusú támogatási lehetőségeinek utat nyitni. Ez most megjelenik, én annak tudom be, hogy megjelenik, hogy nyilvánvalóan hát egyik oldalról szűkült a kör, a másik oldalon egyébként örvendetesen mondjuk két picit nyitottak a körön, ez egy lényeges szempont, de mondom, az, hogy az első 2 osztályról szólt, az is láthatóvá teszi azt, hogy elsősorban azért mégiscsak a profi látványcsapat sportágok, ugye hát a elnevezés is erre utal, annak a kérdéseinek a megoldásával volt kapcsolatos. Utaltam már az első felszólásomban arra, amivel egyetértettünk, de nagyon gyorsan még azért ismételném, tehát az ECHO kérdése, Bóka képviselőtársának teljesen egyetértek, ugyanígy látjuk, ez egy fontos lépés. Ha
ekkor jött el az ideje, hogy ezt meghozza a Magyar Országgyűlés, ezt a döntést, akkor ekkor hozza meg. A plafonok